Már én sem nem jöttek meg a tavasz megy a... Költő Petri. Költő Petri, igen. Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Tiszteletben köszöntünk mindenkit, aki ezen a szürke hideg délutánon szíve melegével lelkesít bennünket itt és Izraelben élő embertársainkat. Köszöntök mindenkit, fehérek közt, sok európai. Köszönöm, hogy eljöttek, itt vannak, és jelenlétükkel bizonyítják, hogy egy nemzetközi konfliktus csak is a szigorú tények alapján ítélhető meg, és méltatlan dolog érzelmek, vallási ellenérzések, politikai haszonlesés múló felvillánásainak tükrében elhamarkodott ítéletet alkotni. A népharag, a tömegek manipulációja sokszor vitte már tévútra az egyes társadalmakat, ezeknek a tévedéseknek a kiküszöbölése sok-sok időt és energiát vesz majd igénybe. Sokan vagyunk, és jó érzés, hogy akik most nem tudnak velünk lenni, a békés, egyszerű többség lélekben velünk vannak, kiki a maga vallása szerint együtt imádkozik velünk a harc mielőbbi befejezéséért, a békéért, és mindkét oldalon az ártatlan áldozatok sebesültek lelkéért. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt egybegyűltek! Azért jöttünk el ide, hogy kifejezzük, hogy szolidárisak vagyunk a szenvedőkkel, az áldozatokkal. És ezért kívánjuk, hogy a harcok minél előbb és eredményesen befejeződjenek. Tisztelt hölgyeim és uraim, a háború sosem jó. A háború sajnos mindig kikerülhetetlenül szenvedéssel jár. Ez szolidaritásunk kinyilvánítása közben, és a szenvedések láttán sem feledkezhetünk el azonban a tényekről, a háborút kiváltó konkrét okokról. Különben eljuthatunk oda, hogy egyenlőségjel kerül az agresszor és az áldozat közé, sőt, az agresszort nevezik áldozatnak, és az áldozatot agresszornak. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt egybegyűltek! Nézzük meg néhány tényt. A háború a gázai övezetet kormányzó Hamasz ellen zajlik, nem pedig a palesztin polgári lakosság ellen. Az ellen a Hamasz ellen zajlik, amelynek alapokmányában deklarált cél Izrael állam eltörlése, és egy iszlám-palesztína megteremtése, amelynek deklarált eszköze az erőszak. Idézem az alapokmány szövegéből, idézőjel, nincs egyéb megoldás, írják, a palesztin problémára, mint a dzsihád. A különféle kezdeményezések, javaslatok és nemzetközi konferenciák csak időpocsékolást és haszontalan próbálkozást jelentenek, idézőjel bezárva. Tehát a háború az ellen, a Hamasz ellen zajlik, amelyik megalakulása óta sok száz izraeli polgár gyilkolt meg öngyilkos merényletekben, döntően civileket, apákat, anyákat, gyermekeket, buszokon utazókat, kávéházban üldögélőket, násznépet, piacon vásárlókat, és még hosszan sorolhatnám ezt a felsorolást. Az ellen, a Hamasz ellen zajlik a harc, amelyik a gázai jelenléte óta több ezer rakétát lőtt ki Izrael állam területére, olyanra, ráadásul olyan területre, amelyik nem is vitatott terület, amelyik vitán felül Izrael államához tartozik, még a legszűkebb mércével mérve is. Ha valamin, tehát tisztelt hölgyeim és uraim, ha valamin csodálkozni lehet tehát, akkor az az, hogy miért kellett ennyit várni az önvédelemre, hiszen a világ egyetlen állama sem tolerálna ehhez hasonlót. Így van! Így van! Tisztelt hölgyeim és uraim! A Hamasz agresszív céljai és gyakorlata ellenére mégis történelmi lehetőséget kapott a 2006-os palesztin választásokon arra,
hogy bebizonyítsa, hogy képes és kész békés építő munkára, képes és kész a hatalmát a gázai emberek javára fordítani. Ezzel szemben immár hivatalos szinten, tehát nem valami illegális gerilla szervezetként, hanem hivatalos szinten tovább folytatta a terror politikáját, sőt, saját palesztin ellenzékét is erőszakkal, gyilkosságuk sorozatával felszámolta a gázai övezetben. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezt látva Európának fel kell ébrednie. Izrael egy olyan rendszer, egy olyan szervezet ellen folytat jogos önvédelmi háborút, amelyik azt az iszlám radikalizmust képviseli, amelyik a Koránt nem csak vallási könyvnek, hanem politikai alkotmánynak is tartja, amely alá mind a térség mérsékelt muszlim államait, mind pedig a nyugati civilizációt be kell kényszeríteni, ilyen szent kötelesség. Amelyiktől fanatizálva ezreket gyilkoltak meg az elmúlt években, New York, London, Madrid, Beslan, Mumbai, csak hogy néhány helyszínt említsek. Az ellen azt az iszlám radikalizmust képviseli a Hamasz, amelyik nevében fatvát mondtak ki Salman Rushdie iráni íróra, amelyik nevében saját hazájában, a saját szülőföldjén gyilkolták meg Theo van Gogh, holland filmrendezőt, amelyik nevében ártalmatlan karikatúrák miatt is fenyegető atrocitások érték nyugati államok nagykövetségei, amelyik ellenségnek tekint mindent, ami civil, mindent, ami szabad, mindent, ami szabadságunk és az egész nyugati civilizáció szabadság felfogásának az alapját képezi, amelyik előőrseként Izrael folytatja az önvédelmi háborúját. Sőt, tisztelt hölgyeim és uraim, ez az iszlám radikalizmus, amit a Hamasz is képvisel, ellenségnek, hitehagyottnak tekinti még a mérsékelt iszlámot is. Nem véletlen, hogy ilyen iszlám országok vezetői, azok közül most többen a Hamasz teszik felelőssé a történtekért, sőt érdekes módon most ilyen iszlám országok is tartózkodnak a korábban rájuk jellemző Izrael ellenes kirohanásoktól. Olyan radikális iszlámot képviselő szervezet ellen zajlik a küzdelem, amelyik még a saját polgári lakosságát, anyákat, gyermekeket sem által élő pajzsként használni maga előtt, föláldozni önös propaganda célokra. Tisztelt hölgyeim és uraim, Izrael, mondhatni a nyugat és benne Európa, de az egész szabadság szerető világ önvédelmi harcát vívja. Ezért méltó minden béke és szabadság szerető ember, így a mi tiszteletünkre is. Kívánjuk, hogy ez a háború minél kevesebb áltatlan áldozatot követeljen, és minél előbb eredményesen befeledkezzen. Nem feledkezünk el rólad, Izrael. We forget you not, Izrael. We support your self-defense in war. Azzal fejeztem be az előbb, ki a vallása szerint, hite szerint. Nálam van egy három sűrűn tele írt gépelt oldal, ahol már több mint 50 keresztény szervezet, testvéri gyülekezet, egyesület jelezte együttérzését és összetartozását. Köszönjük szépen, és ez csak egy töredéke a valódi együttérzőknek tömegének. És pedig engedjék meg, hogy felolvassam azt a memorandumot, amelyet a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, mondhatom valamennyiünk nevében, legyen az zsidó vagy keresztény testvérünk, intéz Izrael állam nagykövetéhez, ő excellenciája Aliza Bin Nun asszonyhoz, Izrael állam magyarországi nagykövetéhez. Tisztelt excellenciás asszony! A mai napon 5769. évünk évész havának 17. napján azért gyűltünk itt össze Izrael állam budapesti nagykövetsége előtt, hogy kifejezzük együttérzésünket a terrorista támadások izraeli áldozataival. Mi, akik Magyarországon élünk, hosszú idő óta figyeljük a folyamatát,
amint Izrael a remélt békéért cserébe újabb és újabb lépéseket tesz, remélve, hogy a reáltámadó iszlám országokból támogatott terroristák felhagynak az ország megsemmisítését célzó tevékenységükkel, és elfogadják a békés egymás emellett élés elvét. Akkor, amikor az izraeli kormány ottani nagy belső ellenállást kiváltva úgy döntött, hogy kiüríti a gázai övezetet, mindenki azt remélte, hogy ezzel fontos lépés történik a végleges békés rendezés felé. A hatalmat a gázai övezetben megragadó Hamas embereket gyilkolt, 1 millió ember életét veszélyezteti, városokat tart folyamatosan tűz alatt. Tudjuk, és ki is mondjuk, hogy Izraelnek joga van az önvédelemre, mint bármely más államnak. Szentnek tartunk minden emberi életet, és biztosak vagyunk abban, hogy mindenkinek törekednie kell a konfliktusok békés rendezésére. Izrael államának nem csak joga, hanem kötelessége is megvédeni állampolgárait. Azt teszi, amelyet a világ minden állama tenne, ha területét, állampolgárait fenyegetnék, pusztítanák. Azokért a halottakért, sebesültekért, akik ártatlanul válnak Izrael önvédelmi harcának áldozataivá, a felelősség a háborúságot elindító, kiprovokáló Hamas szervezetet kell, hogy terhelje. Hiszünk abban, hogy szavunk eljut a magyarországi lakosság többségéhez, és sikerül megértetni mindenkivel, hogy ez a hadművelet a polgári lakosság jövőbeni békéjéért folyik, és legalább annyira az egyszerű gázai palesztin emberekért, mint az Izraelben lakókért. A memorandumot a mai napon aláírta dr. Feldmayer Péter, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, Zoltai Gusztáv, ezen szervezet ügyvezető igazgatója, és most felkérem a két vezetőt, hogy Izrael állam nagykövetének, ő excellenciája Aliza bin Nasrallah szíveskedjék átadni a memorandumot. Kérem. Szerintem mondani is előtt ma, mert sok mindent mondtok az emberek előttem. Csak az, hogy ennek ellenére, ha olyan hideg van most, de a szívem meleg. Meleg, mert én látom titeket itt, és jöttek ez a hideg időben támogatni Izraelt. Köszönöm nagyon szépen. Am Israel Chai! Am Israel Chai! Még egyszer! Am Israel Chai! Am Israel Chai! Am Israel Chai! Am Israel Chai! ונבקש מאלוקים שיעשה שלום כאילו אישתן עוד לגן בייקה. עושה שלום במקומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל,
יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם.